Az elmúlt év őszén két csapat, a Balkán és a Rakamaz jelentkezett be a bajnoki címért a megyei másodosztály Alukonstrukt csoportjában. A 9. fordulóig fejfej mellett haladtak a riválisok, akkor Balkányban 2-0-ás vereséget szenvedett Madalina György együttese. Legközelebb a 24. fordulóban veszítettek pontot Deméjék, akkor ismét a Balkány örülhetett a mérkőzés végén. Így végül 28 győzelemmel és 2 vereséggel a második helyen végzett a Rakamaz, amely a szezon zárásaként megnyerte a Magyar Kupa megyei sorozatát. Attól függetlenül, hogy rúgtunk 165 gólt, 24-et kaptunk, és szereztünk 84 pontot, 2 vereségünk volt, azért én helyén kezelem ezt a dolgot, bár gondolom, hogy ha ezzel se lennénk elégedett, akkor megkérdeznék tőlem, hogy látott-e már orvos, de mondom, én helyén kezelem, mert egy Balkán elleni mérkőzésen is előjöttek azok a dolgok, hogy egy komolyabb mérkőzésen már nem tudtunk úgy ráhangolódni, már mentálisan nem voltunk olyan paszba, hogy ezt meg tudjuk oldani, és a Magyar Kupába összehozott bennünket 2 olyan csapattal a sorsolás, mint a Nagyecsed és a Sénnyő. Aztán szerencsére, hogy ezeken a mérkőzéseken ezek az én aggályaim, hogy nem tudunk úgy fölnőni a feladathoz, ezek elmúltak, mert mind a 2 csapat ellen játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, és szerencsénk volt, hogy meg is tudtuk nyerni. Bár a nevezési határidő július 1-e, biztosnak tűnik, hogy a megyei másodosztály Nyírerdő csoportjában élen végző Nyírmada nem vállalja a magasabb osztályt, így megnyílik az út a Rakamaz előtt. Madalina György együttese július 5-én kezdi el a felkészülést.